egy új napnak nézünk elébe. Ébresztő álomszuszék, kelj fel és ragyog! Úgy látom, ez a nap igazán kedvemre valónak ígérkezik. Még ha ez egy kicsit öndicséretnek is hangzik. Kisebb napkezdés annál, amikor a reggeliző asztalon finom áfonya krém illatozik. Nézzük csak egyet, nekem kettőt, nekem meg a harmadikat is. Gondoltam, egy kis zenével életet lehelek a napba. Remélem, nem voltam elvasztó. Ne izgulj, Nótata, ezeknek a krémeknek már úgyis mindegy. Nem, ügyi-fogyi. Pont a lényeget nem érted. A kiemelkedően jó munkáim arra a könyves polcra kerülnek, erre a polcra a kiváló munkáimat teszem. Értem, okoska. Jó, akkor most menjünk ki a szabadba, és levegőzzünk egy kicsit. Mondd, okoska, ezt kinyitja valaha valaki. Micsoda kérdés ez, ügyi-fogyi? Az írásaimra mindig van igény. Okoska, kölcsön adnád néhány könyvedet? Ó, természetesen, barátom. Parancsolattal áll okoska idézeteit, vagy mondjuk inkább okoska törp bölcs mondásait? Mind a kettőt. Szívesen adom. Örülök, ha hozzájárulhatok értelmi fejlődésedhez. Kösz, okoska, de én most a karizmaim fejlesztésén munkálkodom. Egy-két. Oh, ma tornázni való kedvem van. Egy-két. Nem is rossz. Egész törpösen működik az öntöző berendezésed. Hát igen, ilyen tűző napon bizony megszomjaznak a növények is. Bizony, teljesen felhőtlen az ég. Micsoda törpös nap? Teljesen felhőtlen az ég. Micsoda szörnyű nap. Szörnyű! Nincsak. Játszanak a jóságos törpikék. Az arcukra van írva ezeknek az undorítóan kedves kis lényeknek, hogy véleményük szerint a mai nap, törpös. Az ilyen dolgoktól én szinte ágynak esem. Az jó! Valamit tennem kell azért, hogy ez ne így legyen. Hát ez a boldogság elleni szer. A viszály magvai. Olyan verőfényes napra tartogattam őket, mint amilyen a mai. Jaj, de kanasz vagy! Nem volna szabad a lakásban tölteni egy ilyen verőfényes napot, Omni apó. Lehetne szebb is. Különben meg élvezem a játékot. Ennek örülök. Hipp és hopp, hopp és hüpp. Ha-ha, íme itt a törp papa trükk. Csodálatos. Elképesztő, hogy egyre rugalmasabb leszel, ahogy öregszel. Ezt a lépést egy törp ifjonctól tanultam. Így, ez így jó lesz. Viszállj magva, kejki hát. Terjeszd most a világ gonoszát. Vörös gyökér nőttön nőj, csak a rosszat tűrd az erdőn. Micsoda ármótlan fajzat! Jó utat neked, gonoszság gyökere! Menj messzire, és ne hagyd, hogy bárkinek is jó napja legyen! Jóságos ég! Sajnálom, Omni apó, de úgy tűnik, megint én fogok nyerni. Nem számít, törpapa, nem a győzelem a fontos. De most már kezdem unni, hogy egy kis vacaktökfejtől kedvereséget szenvednem. Ó, Omni apó, mi ütött beléd? Semmi, csak még nem végeztem el a tavaszi nagy takarítást. Ne bujócskázz itt velem, te pimasz! Hé, törpapa, azonnal tessék ide jönni! Itt vagyok, te vér madrasz! Oh.
La-la-la-la-la-la. A törp iskoláját. Mi történik itt? Az ördögben mit képzeltek? Lehet úgy dolgozni, hogy az ember pofájába belelógnak ezek a nedves répák? Jaj! A végére járok a dolognak. Itt maradsz, te nyavajás! A büdös Manu életbe, de makacsesz! Ja. Vízőr! Szóval te rád! Egy embert utálom, ha belelógnak a pofámba! Adok neked! Adok én! Nesze! Hol is tartottam? Egyet nekem, kettőt nekem, és harmadikat. Nótatának. Hey, Nótata, csináltam ámbonyakrémet, és elúztam az adagodat, tessék, parancsolj! Ó, törpönöm, hamikám. Ettől biztosan jobban szól majd a törpujád. Törpönös! Mi az okoska? Add vissza a könyveimet, te izompacsirta! Jaa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 a
kedvezem az egészet, sajnos. Biztos Kerti törtette ezt ide, az agyamra megy a zöldségeivel. Miattad van az egész, Kerti törp? Hogy miattam? Vízőr szokta így feltúrni a földet a nyomvad csatornái miatt. Olyan biztos, mint ahogy itt állok, hogy ilyen elvetemül dologra egyedül... Tavasz anyó, biztosan onnan ered ez az egész. Ideje, hogy végre megleckésztessük a vém csoroszját. Indulás Tavasz anyóhoz! Törpic úr, játéknak itt most nincsen helye. Takarodj le onnan, azonnal egy-kettő. Törpegek, milyen furcsa. Hogy kerül ide ez a gyökér? Hát persze, Tavasz anyó ötlete volt az egész. Ez az egész egyszerűen fantörpikus. Nyilvánvaló, hogy ez a gyökér rossz hatással van a törpiekre is. Kivéve téged. Nem eresztelek el addig, amíg ki nem törpölök valamit e gonosz gyökér elpusztítására. Tavasz anyó, azonnal gyere elő. Tavasz anyó, beszélnünk kell a gonosz gyökérrel kapcsolatban. Na, hogy beszélünk. Omniapó szerint te vagy érte a felelős. Ó, törpegek! Ezt nem teheti meg törpapával. A gonosz mindenit. Romboljuk le a házát. Ne, azt ne! Gonosz törpikéim, figyeljetek rám! Ennél sokkal-sokkal jobb méregkeverő ötletem támadt. Igen? Mondd gyorsan! Először is ki kell derítenünk, honnan ered ez a gyökér. A törpit elmondom, ha majd odaértünk. Kolihidra gondoltam. Gyertek, undok kis jószágaim! Bizonyára szörnyűséges dolgok várnak ránk. A gonoszság csodálatos gyökere teljesen felfordította a törpök életét. Állandóan veszekednek. De szeretem az ilyet. Jó, azt mondtam, szeretem. Meg kell válogatnom a szavaimat. Úgy van, nehogy véletlenül jót is mondjál. Undok törpjeim, ez Klorihidra legkedveltebb növénye. Szerintetek mit szólna ahhoz, ha törpén nevele valami? Nyomorultul érezni magát. Hozzátok csak ezt a fűrészt! Gonosz ötletnek tűnik. Gyerünk! Nem, nem úgy! Teljesen rosszul csinálod. Megmutatom, hogy kell. Majd én mutatom meg neked, hogy kell, okoska! Törpegek, ez törpösebben működik, mint gondoltam. A törpök? Ezek mit keresnek itt? Fogalmam sincs! Takarodjatok a kertem! Hollállá! Klorihidra! Így legalább nem lesz olyan sápkóros a pofázban. Jaj! Jaj!
az? Mi történt? És hogy kerültünk ide? Spandrók! Majd elmondom, de most meneküljünk! Gyertek vissza, nyavajások! Elpusztítottátok a gyönyörű! Ujjaj! Átkozott törpök! Átkozottak! Te jössz, törpapa? Igen, igen, már is. Végül is, olyan csodálatosan telt el ez a mai nap, mint amilyennek indult. Csak rá kellett bukkannunk a probléma gyökerére, igaz? Minden esetre az a fontos, hogy minden visszaállt a régi kerékvágásba. Az a legfontosabb. Hipp és hopp, hopp és hipp, íme itt a törpapa trükk. Győztem! Ebédidő, gyertek ebédelni! Forró levesi sütemény vár! Incsi, fincsi, hami! Forró levesi sütemény a dolgos kis törpöknek. Köszönjük, hami! Köszi, hami, köszi! Tessék, törpicúr! Finom, finom! Hami, te dolgozol a legtöbbet a törpök közül! Úgy bizony, sok törpnek szolgál fel jól naponta háromszor ételt. Mennyi is az pontosan? Minden esetre jó sok. De tudjátok, én nagyon szeretem ezt csinálni. Majdnem ugyanannyira, mint enni. La 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 la. Egyetlen törp sem maradhat éhen. Gondoskodom róla, hogy bányász törp is kapjon ebédet. Ó, te édes törpillácska, csak tudnám, hogy merre jársz. Hogyha nem szeretsz, te drága, biztos, hogy kitör a frász. Te vagy ott a pedbányásztör. Remélem, én vagyok az, de olyan sötét van, hogy egész biztos nem lehetek benne. Hoztod neked forró levest és süteményeket. Á, az evédem. Ég áldjon, ha mi törp. Legyen a szíved is akkora, mint amekkora az étvágyad. Várj, ezt még befejezem. Hú. Ezer ördög és pokol. Úgy látom, ez valami koronaféle lesz. De vajon mit kereshet a bányában? Hát bizony, azt magam is tudni szeretném. Egy valamit viszont tudok. El kell vinni törpapának méghozzá törp halálában. Bányász törp, bányász törp. Törpapa látogatóba ment tavaszanyóhoz törpicúrral. Estig nem jönnek haza. Akkor bizony tavaszanyóhoz viszem ezt a koronát. Olyan messzire úgysem tudod elcipelni ezt a nehéz koronát. Inkább hagyd itt a legmegbízhatóbb törpnél. Azt hiszem, igazad van. Hami, ne hagyd, hogy bárki is hozzányúljon, amíg törpapa haza nem ér és meg nem nézi. Nyugodtan megbízhatsz bennem, bányásztörp. Igen, de csak azért, mert a korona nem ehető. Hogyhogy? Hami gondjaira bíztam a koronát. Egy korona a mi erdőnk alatt eltemetve nagyon különös. Szerintem inkább aggasztó. Valójában két bűvös koronát rejt a föld az erdőtök alatt. Régen, réges régen két hatalmas titán küzdött egymással a föld uralmáért. Mindketten bűvös koronát viseltek, amelynek segítségével rá tudtak bírni akárkit, hogy teljesítse a parancsaikat. Na, tényleg? Tényleg. Parancsolom neked, hogy légy üregi nyúl és ugrálj, fel és alá. Mondanom se kell, hogy a titánok harca bizony jócskán megkeserítette az erdő többi lakóinak életét. Parancsolom, hogy légy gorilla! Mindkét koronának egyformán nagy volt a hatalma. Sok-sok évszázadnyi háborúskodás után a két titán végre rájött, hogy egyik se tudja legyőzni a másikat. Azt parancsolom neked, hogy légy egy-egy sárgasú, törött lábú, verőköltő bodobács! Várj, állj meg! Ezt már egyszer csináltuk! Tényleg? Nem baj, akkor azt parancsolom neked, hogy légy piros hasú, törött lábú, verőköltő bodobács! Nem! Figyelj! Ezt a csatát egyikünk se nyerheti meg soha! Igazad van. Egész életünket erre a háborúra pazaroltuk. Arról nem is beszélve, hogy teljesen tönkretettük ezt a gyönyörű erdőt. Mit szólnál ahhoz, ha abba hagynánk ezt az ostoba versengést, eldobnánk a koronáinkat, és kiélveznénk ezt a 300-400 évet, ami még hátra van? Mit szólnál hozzá, ha keresnénk két titániát?
A két titán tehát elásta a csatabárdot, és eldobták a koronáikat. Végre béke költözött az erdőbe, mert meg van írva, hogy addig béke uralkodik, amíg a két korona a földgyomrában pihen. Hát akkor biz elég nagy pácban vagyunk, tavaszanyú. Mert ez az a korona, amit ma délelőtt megtaláltam. Jaj, nagyon komoly bajok származhatnak abból, ha a korona rossz kezekbe kerül. Vagy rossz fejre. Tud róla, okoska, hogy megtaláltad azt a koronát? Igen, törpapa. Akkor valóban baj van. Tavaszanyó, kérlek, vigyázz egy kicsit törpicúrra. Oh, boldog örömmel, törpapa. Bányász törp, gyere velem. Áll, durvaságra semmi szükség, Hami. Sajnálom, okoska, de megígértem bányász törpnek, hogy nem engedek senkit hozzányúlni. Nem tudom megérteni, miért nem engedett, hogy csak egyszer fölpróbáljam. Te egyáltalán nem vagy kíváncsi arra, milyen érzés lehet királynak lenni? Nem, én csak szakács akarok lenni. Micsoda fakanálhoz ragadalak? Azért egy kicsit én is kíváncsi vagyok. Gyerünk, próbáld fel! Kinek ártasz vele? Ó, ne felejtsd el, megígérted bányász törpnek, hogy nem teszed. Miért kell engedelmeskedned bányász törpnek? Egyébként is csak annyit ígértél meg, hogy nem engedsz mást hozzányúlni. Bányász törp nem mondta, hogy én se próbáljam fel. Végül is te a szakácsok királya vagy, vagy nem? Végül is én vagyok a szakácsok királya, nem igaz? Íme Hami törp, a mester szakács! Hami törp, a mester szakács! Hami a fő szakács! Hami a fő törp! Ez az! Hami a legfőbb fő törp! A legfőbb! A legfőbb fő törp! Gyülekező törpök! Egyétek meg, amit főztem! Hé, Hami, mit főztél már megint? Megfeledkeztél a desszertről? A mai nappal új korszak kezdődik a törpök életében. Ezentúl mindannyian engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak, mert Hami a főtörp! Hami a főtörp! Hami a főtörp! Jó a humorod, Hamikám! Maradj inkább a konyhában, Fazék király! Egyáltalán nem vicces! Egy kis meglepetés a főtörpnek. Ez viszont tényleg vicces. Te nyomorult kis ostoba. Hadd mutassam be nektek, miféle hatalom van egy főtörp kezében. Mutasd meg nekünk, tréfi törp, hogy mennyire vicces vagy. Igenis, főtörp. Halljátok a szavam, törpök, és engedelmeskedjetek! Mindent megtesztek, amit csak parancsolok nektek! Igen, főtörp! Ügyi! Szolgálatára, főtörp! Parancsolom, hogy építs nekem egy óriási tűzhelyet a falu főterére! Igenis, főtörp! Ti pedig, szolga népség! Gyűjtsetek gyümölcsöt, kosárszám, mogyorót, zsákszám! Igenis, főtörp! Hordjátok ide az ételt mind a főtérre! Igenis, főtörp! Ott pedig majd állítok egy hatalmas emlékművet nekem, a legfőbb főtörpnek! Igenis, főtörp! Miért kongatta meg Hami ilyen korán a vacsora gongot? Talán be akarja vezetni a napi négyszeri étkezést. Nem volnék meglepve. Törp erős, te miért nem dolgozol a gátnál? Törpingáló, befejezted már a hídfestést? Gyümölcsöt és mandulát szedünk a főtörpnek. Itt valami nagyon-nagyon különös dolog történik. Biztosíthatlak, hogy ez lesz a leggyönyörűbb palást, amit valaha készítettem. Biztosíthatlak, törpöltő, hogy a főtörp ezt természetesnek veszi. Miért nem végzi Kiki a saját munkáját? Törpapa, a törpök volt vezetője. Hami, hagyd abba a bohóckodást, és add át törpapának a koronát. Miért ácsorogtok ott, bányász törp? Bőven akad itt tennivaló. Igen, és parancsodra, főtörp. Ez döbbenetes. Valóban döbbenetes, törpapa. Tudod, ez a korona olyan hatalmat ad, hogy mindenki vakon engedelmeskedik nekem.
Jaj, ijesztő gonoszság költözött Hamiba. Hűha, talán nagyon sokat ehetett. A korona az oka. Láttátok, mit csinál bányász törpel? Neked is képes vagyok parancsolni, törpapa. Ide figyelj, Hami, gondolkozz egy... Engedelmeskedni fogsz, törpapa. Szentséges törpe! Igazad van, törpapa, valóban szentséges törp vagyok. Én vagyok a leghatalmasabb a világon. És most, törpapa, menj a házadba, és maradj is ott. Igenis, megyek, főtörp. Jaj, nem, törpapával is ugyanazt csinálta. Most mit csináljunk? Sötétedésig jobb, ha elbújunk az erdőben. Amíg mindenki alszik, megpróbáljuk megmenteni törpapát. Ez itt nem macskál, szia-miau, tágulj innen, de gyorsan! Nocsak, itt látnak szemeim, csak nem fókusz-pókusz. Előbb-utóbb úgyis ellátogattam volna hozzá. Biztos csak alszom és törpökről álmodom, ugye kis cicám? De azért majd elkapjuk őket. Jó ötlet! Jaj! Parancsolom, hogy légy ijedős, kis titus. Mit műveltél a macskámmal? Na nem baj, így legalább több törp marad majd nekem. Hókuszpók, azt parancsolom, hogy most azonnal légy, kutya! Jaj, nem vagyok vicces kedvemben. Ülj le, bodripók! Nyomás, hozd vissza! Hallé? Jó kutya vagy, bodripók? Jó kutya vagy? Hé, mi történik itt? Az a nyomorult kis koronás törp valahogy megbabonázott. Esküszöm, a mélyére nézek ennek. Jaj, milyen borzasztó ezt látni. Hűha, Hami alaposan megdolgoztatja őket. Csak azért, hogy gyümölcsös süteményből elkészítsék az ő szobrát. Jellemző gondolat. Nem juthatunk el törpapa házáig anélkül, hogy ne vennének észre. Egyszerűen csak el kell játszanunk, hogy Hami minket is megbabonázott. Gyertek! Törpapa, hallasz minket? Vizet. Szegény törpapa, nagyon szomjas. Megyek, hozok egy kis vizet. Mondd csak, törpapa, kérsz még valamit? Vizet. Azt hiszem, elkéstünk, törpilla? Vizet. Törpapa teljesen Hami hatalma alá került? Mit keresel te itt? Jaj, hát törperős én csak vizet viszek, ami nagy vezérünk. Rendben van, igyekezz! Vizet. Ügy, Fagyi, már itt is van. Parancsolj, törpapa. Ne itt túl gyorsan. Na hát. Úgy látszik, törpapának valami ivással kapcsolatos zavara fejlődött ki. Köszönöm, törpikém. Úgy van, ahogy gyanítottam. Egy hideg zuhany azonnal megszünteti a varázs korona hatását. Akkor minden törpöt jól le kell locsolnunk. Hűha, akkor megyek a következő adagért. Nem, bátor kis törpikém. Haminak hatalmában áll megállítani minket, el kell mennünk tavaszanyóhoz. Van egy könyve, amiben talán benne van, hogyan lehet megszüntetni a korona hatását. Meghozta ügyi-fügyi alatt való a vizedet, ahogy kívántad, legfőbb főtörp. Vizet? Vizet? Én nem kértem semmiféle vizet. A víz nagyon súlyosan veszélyezteti a terveimet. Bocsáss meg, főtörp. Ügyi-fügyi egyike a hiányzó törpöknek. Törpilla, Okoska és Törpicór sincsenek rajta a listán. Biztos megpróbálják kiszabadítani a drágolátos törppapájukat, vészharangot megkongatni! Utána! Mi van, ha tavaszanyó nem tud segíteni rajtunk? Akkor nem tudom, hogy mit csinálunk. Gyerünk, meg kell megkeresni! Felfedezték a szökést! Futás! Melyik irányba mentek legfőbb főtörp? Mindenre nekem kell választanom! Fésüljétek át a kunyókat! Igenis, főtörp! Hogy tudnak egyáltalán létezni nélkülem?
Siessünk, törpikéim, hajnalra már tavaszanyónál lehetünk. Ó, igen, törpapa, egy módon meg lehet szüntetni a korona varázs erejét. De sajnos, ahhoz meg kell találni a másik varázs koronát. Nagyon veszélyes lesz, de ha megtaláljátok, olvassátok fel ezt a varázsigét, mielőtt a koronát a fejetekre tennétek. Egyébként az a korona is a hatalma alá von benneteket, ahogy a másik tette, szegény Hamival. Jaj, végignéztem minden varázsigét az abrakadabrától az ipitidodáig, de egyiknek sincs semmi köze ahhoz a koronához. Jaj. Mi a baj már megint, te ostoba macska? Még az én bájos onocsmány macskámból is ilyen gyáva cicust varázsolt ez a nyavajás törp. Tudhattam volna, hát ez a varázslat nem vízálló. Én is akkor szabadultam alól, amikor a folyóba ugrottam. Tehát nem kell mást tennem, mint megkerestem azt a kis kék nyavajást. Ha, mi az? Ó, hát ott vagy te kis büdös törp. Na csak nehogy leesd és összetörd azt a kis csinos koronát, még mielőtt odaérnék. Valahol itt van az a föld alatti folyosó, amelyik a másik koronához vezet. Ha a számításaim nem csalnak, a barlang bejárata ott van. Hűha, de jó! Fókusz, ez az ostoba emlékmű vezetett el a falutokba. Ez a speciális varázs lezuhanyozó pedig megakadályozza, hogy a hatalmadba kerüljek. Törp úr! A nevem Főtörp! Ha-ha-ha! Rajtam nem fog a varázsod. Na gyere le onnan és küzdj meg velem, te híres főfőtör! Na gyere le! Gyere le! Gyere le! Gyere le! Ijj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 
Most már semmi sem állíthat meg. Úgy látszik, befucsolt a varázslezuhanyozó. Parancsolom, hogy légy vad kacsa, és repülj el jó messzire. Igenis, főtör. Ó, hogy gyűlölöm ezeket a törpöket. Zsákutca. Nem értem. A térkép szerint a koronának pont itt kellene lennie, törpapa. Igazad van, okoska. Attól félek, tavaszanyó térképen nem pontos. Törpénik itt! Menj a föld! Jól vagytok mindannyian? Igen, törpapa. Nos, ez mindent eldöntött. Soha nem találjuk meg a másik koronát, az biztos. Hűha, igazad van, okoska, ha csak az nem az ott. Megtaláltuk a titánok aranykoronáját. Főtörp, törpapa és a törpiek a falu felé közelednek. Ó, ennek örülök, ennek igazán nagyon örülök. Gyertek, hű alatvalóim, legyetek tanulni annak, hogyan számol le a legfőbb főtörp törpapával egy életre. Törpapa, kigondoltam valamit. Mi volna, ha én viselném a koronát, és én szállnék szembe Hamival? Szó sem lehet róla. Csak segíteni szerettem volna. Szia miau, hol vagy te nyavajásból, hafészek? Gyorsan, hókuszpók jön elbújni! Ha-ó, szia miau! Azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy kipróbálja, működik-e a varázskorona. Hűha, majdnem megfeledkeztem tavaszanyó varázsigéjéről. Ide, cizusám, ide! Korona, kit rejtett a föld gyomra, kerülj hát az én homlokomra. De ne feledd ki az urad, szolgáld a te törppapádat. Na hát, törppapa, ez milyen kellemes meglepetés. Valóban az, kedves hókuszpók. Jaj, nem, egy másik korona. Hókuszpók, parancsolom, hogy légy szamárlegény. Csak az ne! Jaj! La-la-la-la-la-la! Na, törpapa, milyen érzés a nagyhatalom? Nem rossz, mi? Ezzel a koronával a fejeden te lehetsz a varázsló királya! Mi olyan vicces?
Fölösleges fáradoznod. Nem látod, hogy törpapával áll szemben? Na igen. Most már nyugodtan előjöhettek, törpikéim. Hókuszpók elvágtatott. Tehát működik a korona. Megszabadultunk Hókuszpóktól. Most pedig én is szabadulok meg tőle, törpapa. Most végre megismerheted egyetlen urat és parancsolót hatalmát. Parancsolod neked, hogy légy tyúk! Kot-kot-kot-kot-kodács! Parancsolom, hogy légy kígyó! Meddig tart még ez az unalmas színjáték? Ugyanazt csinálják, amit a titánok. Törpapa nem győzhet egyikőtök sem. Attól tartok, igazad van, törpilla, ha csak ki nem találok valamit. Megvan! Hami törp, megparancsolom, légy denevér! De a denevérek nappal fejjel lefelé lógnak, ha nem tudnád. Mi törpént? Igen! Igen! Tulajdonképpen miért éljen ezünk? Törpic úr, köszönjél szépen tavaszanyótól! Egész jó volt. Isten veletek, törp barátaim. A bűvös koronák soha többé nem veszélyeztetik a nyugalmatokat. Törpapa, kíváncsi volnék, hová rejtett a bűvös koronákat? Oda, ahol törp soha rá nem találhat. Csak megkérdeztem. Ha Hami, azt hiszem, jó sokáig csak gyümölcsös sütit fogsz enni. Egyszerűen nem értem miért, de már a látványától is rosszul vagyok. Egy falatot se tudnék lenyelni. Jaj, mit csináljunk ezzel a rengeteg gyümölcsös sütivel, törpapa? Hát, törpilla, talán meghívhatjuk a barátainkat egy jó kis uzsonnára. Meg kell találnom a törpomatikus törpomatát, mert ha nem találom, meg kipusztulnak a törpök! Ott van a törpomatikus törpomata! Azonnal be kell indítanom! Ostoba macska! Késtél! Úgy sem tudod megmenteni a törpöket! Úgy sem! Úgy látszik, csak álom volt. Hála a törpegeknek. De micsoda álom volt. Siessetek, kész a törpelpúj! Gyertek gyorsan, meg kihűl! Gyertek! Ajaj! Igen, hát tényleg, apraja falván vagyok. De vajon mit jelenthetett az álmom? És akkor a szobrom hirtelen hókuszpókká változott. És mi történt azután? Hát fölébredtem. Ez tényleg nagyon furcsa álom. Vajon mit jelentett? Biztos vagy benne, hogy az a szobor nem engem ábrázol? Nyilvánvaló, hogy Ügyi feltalálókorban szenved. Ezt a betegséget a túl sok gondolkodás okozza. Én persze azért nem kaptam még meg, mert az én agyam fejlettebb szinten áll, mint Ügyié. Nem! Az álom maga az ihlet. Az álmaim megmondják, hogy mit fessek, hogy milyen színeket használjak, minden. Én hiszek az álmokban. Igen, ez a megoldás. Az álmom azt jelenti, hogy el kell készítenem a mesterművemet, a történelem legnagyobb találmányát. Csak azt tudnám, hogy mi az. Vagy hogy hogyan építsem meg? A törp ellenszer elkészítésénél nagyon óvatosan kell eljárnunk, Siam Yau. Ha csak egy csöppel is többet adok hozzá, robban az egész. Jaj! Ki az? Csomagja érkezett. Nekem? Ajándékot kaptam a mamitól? De jó! De kíváncsi vagyok, hogy mi van benne. Mama írt egy pár sort. Édes egyetlen gonosz fiam. Jaj, de cuki! A melléket zacskóban küldök neked egy marék különleges ördögi virágmagot, amelyek segítségével könnyűszerrel megszabadulhatsz ellenségeitől, a törpöktől. Ez igen! Csókol anyád a rettentő, stb.
Alig várom, hogy kipróbálhassam. Mamzit ismerve iszonyú jó pofa virág lehet. Igen? Na hát, semmi. Úgy látszik, mamikám megint jól át. Mi ez? Utoljára ne felejtsd el megöntözni, te ostoba. Hát persze. Én most akartam megöntözni. Hát mindenki tudja, hogy a növénynek víz kell. Jaj, segítség, segítség! És akkor véget ért az álmom, törpapa, de tökéletesen emlékszel mindenre, minden részletre. Ez valóban nagyon érdekes álom, Ügyi. Szerintem azt jelenti, hogy el kell készítenem azt a masszát. Addig nem nyugszom, amíg meg nem építem. Ha ilyen erős benned a késztetés, akkor én is azt ajánlom, hogy láss neki azonnal. Én majd helyetted minden mást megcsinálom. Ó, köszönöm, törpapa. Hidd el, nem fogod megbánni. Úgy, elvágtam az utolsót is. De képzeld csak ezt, Siamiahu, képzeld el, mi történik azokkal a nyomorult törpökkel, ha szétszórom ezeket a varázsmagokat az erdőben. Képzelem! Ezek a gyomok elvágják előlük a napfényt, megfojítják a törp bugyó bokraikat. Én mondom, most igazán kampec a törpöknek. Ó, nincs nagyobb kincse édesanyánál. Nincs bizony. De várjunk csak, hogyan szórjam szét ezeket a förtelmesen rossz indulatú magvakat? Hát persze! Ó, az égbe emelkedünk, kis cicám! A törp halált hozó magokat onnan szórjuk szét! A régi hőlég balladamból! Na! La 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 la. Igen! Ha jól emlékszem, volt itt valami rúgó. Egy jó törpös rúgó kellene. Törperős biztosan szívesen kölcsön adja. És most kellene még egy hosszú, rugalmas csőféleség. Törpéletes! Bár csak egy-két dolgot kell összeszednem. Például ezt a rögzítő csavart. És már csak egy valami hiányzik. A kötél! Gyere már, te sárkányok szégyen! Órabért fizetek érted, úgyhogy remélem eléggé föl vagy töltve tűzzel. Jaj! Rendben van, tartalékod a ballonomra. Hey, repülünk! Alig várom már, hogy szétszórhassam a magvaimat. Miféle furcsa madár az ott, Nudli? Fogalmam sincs, de olyan dagadt, hogy az egész udvar jól lakhatna belőle. Szálljatok, szálljatok magvaim a szelek szárnyát! Az első zivatar után kikelnek a hatalmas gyomok, és megfojtanak minden törp bogyóbokrot, de megám! Soha többé nem halljuk az undok kuncogó hangocskákat, Siamiahu! Jaj, de mi a csuda ez? Jaj! Jaj, de legalább szét tudtam szórni a bűvös magvakat. Hűha, úgy látszik erről a masináról álmodott Ügyi. Ügyi masinája percről percre visszataszító. Igen, és ettől az állandó kalapálástól egy percre sem tudom behunyni a szememet. Á, törpajáca, lusti Ügyi fogyi, volna egy kis munkám a számotokra. Haminak törp bogyó kell a vacsorán... Papa, mi már elvégeztük a saját feladatainkat, nem úgy, mint Ügyi, aki állandóan ezzel a buta géppel szórakozik. Ugyanugyan, törpikéim. Mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy valóra váltsa az álmait. Ha az álom a törpöt alkotásra serkenti, nekünk nem szabad őt megakadályoznunk. Igen, törpapa. Igen, törpapa. Vigyázzatok magatokra az erdőben, törpikéim. 97, 98, 99, 100. Még egy kicsit erősítenem kell. Hű, az ordas óriás szakállát. Valaki babrált a sportszereimmel. De vajon kinek kellett ez a rúgó? Mi a törp nyila törpént? Valaki kivette a rögzítő csavart. De vajon ki tehetett ilyet? Ideje ebédet főzni? Még jó, hogy van mit csinálni a reggeli és vacsora készítés között. Először is jól meg kell raknom a tüzet. Jaj! Mi törpírhetett a tűzhelyemmel? Tűz, tűz! Vagyis vizet! 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 Jaj, nem! Valaki elvitt a kötelet a kútról! A tűzhol törpök! Ilyen! Pumpálj még, törperős! Nem sokára kialszik a parázs! Sikerült! Eloltottuk!
Nem is tűz volt, csak füst. Hű, ezt megúsztuk. De vajon mi okozhatta a... Na hát, eltűnt a kályhacső. Kérd meg Ügyit, hogy csináljon neked egy újat. Jaj, de jó, már eloltották a tüzet, törpünk. Nos, igen. Hála a tűzoltörpök hősies helytállásának. Mi a való? Jaj! Törpapa! Ügyi! Ügyi! Szükségem van rád! Valaki elvitt a kályhacsövemet is. Itt van! Itt van! Itt van a kályhacsövem! Ez pedig az én talicskám rögzítő csavarja. Hát ide kellett a rugó. Ó, ugyan már. Csinálok én nektek újat, mihely befejeztem a törpomatikus törpomatámat. Na és szerinted hogy főzek ebédet, ha nem teszed vissza a helyére a kályhacsövemet? A talicskám csak fontosabb, mint ez a tákolvány. Nekem is szükségem van arra a rugóra. Bizony, add vissza! Nyugalom, törpikéim! Mi történik itt? Elvitte a futkötelet! Elvitte a futkötelet! Egyszerre csak egyet! Egyszerre csak egyet! Törpapa, törpapa! Te is, törpingáló, nyugodj meg szépen és várj a sorodra! De törpapa! Úgy látszik, esni fog. Ez már nagyon kellett a veteménynek. Menjünk fedél alá! Ó, szentséges törpegek! Ott várjuk ki az eső végét a gomba alatt! Siessetek, törpikéim! Mászatok fel a törpamatikus törpamatára! Jaj, ne! Segítség! Gyorsan, okoska! Mász fel! Mász fel! Köszönöm, törperős! Biztos lehetsz benne, hogy jó tetteidért cserébe én is kiszabadítom a te lábadat, ha egy ilyen gonosz növény fogságába esel, és... Jaj! Várjatok meg! 95, 96, 97, csak 98 törp, ki hiányzik? Törpapa! Hála a törpegeknek! Ide, törpikéim, ez az egyetlen biztonságos hely. Minden törp itt van, törpapa. Jól van, egyetlen törpnek sem esett baja. És már az eső sem esik. De most mit csináljunk? Először is pihenjünk egy kicsit. Törpisztikus! Hát ez csodálatos, Ügyi! Tehát ezért kellett megépítened a törpomatikus törpomatát. Igen, ezzel lehet irányítani, ezzel pedig gyorsítani a tempót. Milyen jól működik, hurrá! Nagyszerű! Tisztítsuk meg a falu környékét, aztán pedig az egész erdőt ezektől az átkozott gyomoktól. Sikerült, szia, miau! Ahogyan az én mamzelkám is megmondta. Jaj, mi az? Jaj, nem, ez nem lehet igaz. Rohaj, szia, miau, rohaj! Hogy tudták ezt a masinát ilyen gyorsan megépíteni ezek a töpörödött törpördögök? Jaj, már megint itt vannak! És most legújabb találmányáért, hálánk jeléül és engesztelésül, amiért néhányan nem bíztak benne, kiáltsunk háromszoros hurrát Ügyinek! Hip, hip, hurrá! Hip, hip, hurrá! Hip, hip, hurrá! Igen! Ez olyan, mint egy álom, ami valóra vált. Magyar hangok. Igen, szia, miau! Most végre megkapják a törpök, amit megérdemelnek. Egy kedves kis halálos betegséget, a csuklugrókart. Ha megkapják ezt a betegséget, úgy fognak csuklani és ugrálni, össze-vissza te, mint a kerge kék békák. Békák? És ha már mind csuklanak és ugrálnak, könnyűszerrel megtalálhatjuk és befoghatjuk őket. Szia, miau! Ez remek! És végül az utolsó hozzávalók, két nyúlszőrszál, egy csukló bolha és három deka ugra-bugra. Poncia, miau, hát nem csodálatos? Ez a betegség mind elpusztítja majd azokat a nyomorult törpöket. A reggeli szellő viszi el majd nekik a halálos kor. Napnyugtakor pedig az összes törp az én karjaimba fog csuklugrani. Gyertek, kedves barátaim, most ti következtek. Nézzétek, törpicur is békaugrást akar játszani. Bizony, nem sokára már törpicur is közöttünk fog ugrálni.
Fritz úrnak valami baja van. Hűha, lehet, hogy megfázott a kicsike? Én még ilyen megfázást soha nem láttam. Jaj, de szegény törpic úr, mindjárt elviszünk törpapához. Ugrál, mint egy béka. Én még ilyet soha nem láttam. Törpic úr, gyere vissza! Jaj, törpic úr, siessünk, Ügyi! La 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 Lehet a baja? Remélem, hamarosan meggyógyul, törpic úr. Ne félj, törpajáca, törpapa biztosan meg tudja gyógyítani. A szakképzett törp számára nyilvánvaló, hogy törpic úr ugrikus csuklidiszben, vagyis enyhe lefolyású rúgókorban szenved. Szerintem nem okoska. Hát szerintem sem, törpapa. Én csak igyekeztem megnyugtatni a törpieket. Törpic úrnak nagyon-nagyon súlyos betegsége van. És mi az, törpapa? Egy ritka és halálos betegség, a neve csuklugrókor. Csuklugrókor? Jaj, nem! És most mit csináljunk? Három dolog kell törpic úr meggyógyításához. Mi az a három, törpapa? Először is egy antibiotikumos agyak kell az agyagbányából. Azt majd én elhozom, törpapa. Köszönöm, bányász törp. Ügyi, neked egy üveg cse vizet kell hoznod a démon forrásból. Számíthatsz rám, törpapa? Az orvosság legfontosabb része pedig a csukló daru farktolla, törperős, megkérlek tég. Már is indulok, törpapa. De hol találok ilyen madarat? A gonosz hegységben. A gonosz hegységben? Ez a térkép majd oda vezet. Mivel én, okoska törp, kiválóan értek a térképolvasáshoz, én leszek törperős hegyi vezetője. Rendben van, okoska. Én pedig addig megpróbálom megakadályozni a betegség továbbterjedését. Az orvosságnak meg kell lennie napnyugta előtt, vagy mind elkapjuk a csuklugrókor. Még nem hallom a csuklást, cicuskám, de nem sokára hatnia kell az ernek. Sok szerencsét, törpikéim, legyetek nagyon óvatosak! Igen, törpapa! Még egyetlen törp sem ászta meg a gonosz hegységet. Ne aggódj, törperős! Nekünk sikerülni fog, hiszen én, okoska törp vezetem az expedíciót. És én még aggódtam. La 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 la. Ügyi-fogyi! Szia, okoska törperős zöldőr! Mi a csodát keresel te itt? Én is szeretnék segíteni, törpic úron. Ugyan, ne nevettes, ügyifogyi. A hegymászók izmosak és biztos lábúak, te pedig ügyifogyi vagy. Hűha, igazad van, okoska. Most azonnal menj vissza a falu. Jól van, okoska. Hogy egyes törpök mennyire nincsenek tisztában a saját korlátaikkal? De ezt senki sem olvassa a fejünkre annyiszor, mint te, okoska. Na, menjünk. Ügyi-fogyi! Hogy hozzuk el a csuklódarú farktollát, ha állandóan hátráltatsz minket? Ha törpapa azt akarta volna, hogy te is elmenj, a forráshoz vagy a bányába küldött volna. Ugyan, ügyi-fogyi, azért még nem kell sírva fakadni. Szia, miau! Kapd el őket! Ne hagyd őket futni, de ott a bolhafészek! Hűha, úgy hallom, bajban vannak. Segítség! Most mi legyen, mit csináljunk? Ó, itt jön a mi vezetőnk. Kérdezzük meg tőle. Segítség! Segítség! Megvan. Kapd el azt a kis kékfér! Nézzétek, már is mennyi időt elvesztegettünk. Ne add fel, törperős, sikerülni fog. Megint meglógtak, szia, miau. Bizony. De egy törp biztosan megkapta a csuklugrókort. Különben nem mennének a gonosz hegység felé. Jó,
Ők hadd szerezzék meg azt a tollat. Kapjuk el a többi törpöt a bányában. Ja, remélem nem esett bajuk. Jaj, elvesztették a térképet. Nem fogják tudni megtalálni a csuklódarut. Hát visszavigyem a térképet törpapának. De Okoskának is szüksége van rá. De Okoska haragudni fog, ha utánuk megyek. De törpapa is haragudni fog, ha nem. Hát most mit csináljak? Szegény törpic úr egyre gyengébb és gyengébb költörp. Nagyon kell az a gyógyszer. Ez a gyermek tegnap még jól volt, de elkapta a csuklugró. Kort. Jaj nekünk. Megérkeztünk. Itt a gonosz hegység. Ugye mondtam, hogy megtalálom? Megtalálni nem olyan nagy ügy, de megmászni azt már igen. Ne aggódj, törperős, a hegyek a barátaink. Ez egyáltalán nem tűnik barátságosnak. A démonforrások bizony nem valami barátságosak. Siessünk, adjuk itt minél erebb ezt a helyet. Ki nem állhatom ezt a helyet? Meg is érkeztünk, az agyagbánya. Gyújtsátok meg a gyertyáitokat. Végre mehetünk a föld alá. Arra vezetek a nyomok, Siamiau. Arra! Szépen besétáltak a csapdánkba. Törpapa azt mondta, hogy keressük meg a billegő sziklát. Onnantól a térképet kell követnünk. Ha. Én soha nem fogom tudni megmászni ezt a hegyet, de Okoska a térkép nélkül nem találja meg a csuklódarut. Meg kell próbálnom. De akkor is meg kell próbálnom. Milyen az élet? Ez lesz a legnagyszerűbb és egyúttal a legutolsó alkotásom. Bátorság, törpingáló, még mindig van fél napjuk, hogy megszerezzék a gyógyszer alapanyagát. Igen, törpapa. Jaj, nekem. Azt hiszem, elkaptam a csuklugró. Csuklugró. Kort. Még egy. Megérkeztünk a démon forráshoz. Merítsd meg az üveget, aztán menjünk. De vajon miért hívják démon forrásnak? Én nem akarom tudni, miért hívják démon forrásnak. Ki nem állhatom a démon forrást? Jaj, nekünk! Bekerítettek minket! Jaj, Ügyi, ha nem visszük haza ezt a démon vizet, Törpic úr soha nem fog meggyógyulni. Ne érted őt el, Hami! Fogjátok meg! Megfogtak? Fektessétek le, de gyorsan! Tessék, törpapa! Gondoltam, egy kis meglepetést talán fölvidít. Köszönöm, Tréfi, de nem most. Te törpapa! Itt a billegő szikla, ahogy törpapa mondta. Itt az idő, hogy a túravezető megtekintse törpapa térképét. Légy szíves, vedd ki a hátizsákomból, törperős! Okoska, nincs ott a térkép! Ó, biztos futás közben veszítettem el! Most hogy találjuk meg a csuklódarú fészkét? Ó, már megint miattad van a baj! Ne aggódjatok, barát törpjeim! Én, Okoska törp, a memóriám segítségével fogom követni törpapa térképét. Először is három lépés előre, aztán két lépés balra, és azt... Jaa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 
Szia, okoska! Elveszítetted a térképedet! Olyan sötét van idelen, hogy önmagamat is alig látom! Most inkább törpicúrért, és nem az ábrázatod miatt kellene aggódnod. Igaz, de már nem vagyunk messze. Ahogy mondtam, meg is érkeztünk. Fúj, milyen undorító ez az agyag! Törpapa szerint ezzel az agyaggal szinte mindent meg lehet gyógyítani. Nagyon remélem, hogy a csuklugrókort is. A csuklugrókorra keresnek orvosságot? Igen! Látom! Na, ebből elég volt? Ha rájuk gurítom ezt a sziklát, végre mind lapítani fognak előttem. Fúj! Értsd meg, törpojáca, csak ezzel a... Szerintem akkor is undorító! Mennyivel jobb így? Görgessük, szia, miau! Jaj, vigyázzatok! Jaj,
milyen szépen visszhangzott a bányában hókuszpók hangja. Már csak néhány óránk van napnyugtáig, sietnünk kell. Ott a szikla, és rajta a csuklódarú. Fölé kell másznunk, és aztán valahogyan le kell ereszkednünk a fészekbe. Én már éppen eleget ereszkedtem ma, köszönöm. Törperős, én szívesen ereszkedem. Hát sajnálom, ügyi-fogyi, de zöldőr a legalkalmasabb erre a feladatra. Bizony, bizony. Törpapa is megmondta, hogy csak zöldőr tudja megkérni a csuklódarut, hogy adjon nekünk egy tollat. A törpöknek ott a bányában egyszerűen szerencséjük volt, Siamiau, de a maradékot itt még megtalálhatjuk. Igen! Úgy látom, nekünk nem lesz más dolgunk, mint hogy álljunk és várjunk. Ó, Siamiau, ez nagyszerű szórakozásnak ígérkezik. Jaj! Ezek a forrás démonok nagyon barátságtalanok. Tulajdonképpen mégsem olyan nagyon barátságtalanok. Nagyon kell sietnünk, hogy még napnyugta előtt hazaérjünk. Törpic úr, gyere vissza! Kapjátok el a betegeket is! Hozzátok be őket hozzám! Igen, igen, is, törpapa! Törpapa, meghoztuk az... Törpic úr, gyere vissza! Elkaptam Törpic úrt, törpapa! Nagyon ügyes vagy! És az antibiotikumos agyag? Az is itt van, törpapa! Nagyszerű, remélem a törpiek is idejében megérkeznek. Még mindig ott ül szárnyas barátunk. Jó, akkor okoskával leeresztünk hozzá. Én kész vagyok. Én mit segítsek? Tessék, ügyi-fogyi, ezt a kötelet kösd rá zöldörre. Hú, nagyon szívesen, törperős. Ügyi-fogyi! Ó, szegény, szegény ügyi-fogyi. Bárcsak jobban bántam volna vele életében. Bárcsak ne bántottam volna, ne gúnyoltam, ne piszkáltam volna állam. Nincs semmi baja. Nincs semmi baja? Szia, kis madár! Te ostoba, ügyi-fogyi, gyere föl! Azonnal te szerencsétlen, semmire kell önnyavajás! Jaj, ne! Hűha, repülök! Kerünk, mentsük meg! Szentséges törpeket, ne csináld ezt! Jaj, szegény ügyi-fogyi! Nem tudjuk megmenteni Apraja falvát a szörnyű kortól. Ezek után mi jöhet még? Szent ég. Jaj, vigyázz! Ó, jaj, vigyázz! Vigyázz! Jaj, nem! Jaj! 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 Hát ez nem sokon múlott. Azt hittem, ezt nem úszom meg. Igazam volt. Úgy látom, már az összes tört megkapta a csuklugrókort. Ki nem állhatom a csuklugrókort? Ki nem állhatom? Dori Fuli, nem esett bajod? Ki nem állhatom azt, hogy csip-csip-csirip? De törpilla, talán még nem késtünk el! Törpapa! Törpapa! Jaj, törpapa, már késő! Sajnos, törpilla, a csuklódarú tolla nélkül mit sem ér az orvosság. Jaj, nekünk! Na hát, ilyet! Törpilla, gyere vissza! Jaj, mi lesz velem? Elfúj a szél! Jaj! A terem buráját eltűnt. Remélem, megváltozik a szélirány. Most mit csináljunk, törpapa? Gyertek utánam! Jaj, innen csak egy út megy, lefelé.
Remélem nem. Híha, de nagyon éhes vagyok. Na hát, bogyóbokor, úgy látszik, ma szerencsés napom van, de finomak lehetnek. Jaj. Oh. Oh. Híha, megint itt a madaram. Hí, szegény, beszorult a lábad, mi? Ne félj, majd kiszabadítalak. Repülj! Kérem szépen, én nem úgy. Ha már megint repülök. Ó, micsoda szörnyű nap volt ez. De talán most megálmodom, hogy kaphatom el az összes törpát. Jaj, nekem! Jaj, nekem! He? Szia, Miau, hallottad ezt? Igen, hallottam. Na hát, repülő törpilla vagy, már is álmodom. Jaj, nekem! Épp a hókuszpók felé repülök. Nem álmodom, éppen a karmaim közé repül a kicsike. Lehet, hogy mégsem olyan szörnyű ez a mai nap. Jaj, nekem! Hogy fogok innen lejutni? Így, te kinyomajás! Hókuszpók! Én bizony, te pedig a mai zsákmányom leszel. A fenébe! Gyere vissza, te átkozott! Jaj! Úgy látom, most a falu felé fúj a szél. Fúj, az iszapfőzés bizony nem tartozik a kedvenc feladataim közé. De hát valakinek ezt is meg kell csinálnia. Most dupla adagot főzök, hogy jövő évre is elég legyen. Fú. Elkaplak, te akkor is, ha nem érem túl, jaj! Most már nincs más dolgom, mint hogy elszállítsam ezt a bűzös löccsöt. Na hát, ilyet. Talán kicsit túlfőztem. Ég veled és jó utat! Nem értem, hogy kerülhettem én ide. Törpillát megint errefelé fújja a szél. Tartsatok erősen, törpikeim! Megvan! Megjött törperős! Törperős! Már majdnem föladtuk a reményt. Bizony, már megvan az agyag és a víz is. Már csak egy valami hiányzik a... Sajnálom, törpapa, de mindennek vége. Nem csak a tollat nem tudtuk elhozni. De még ügyifogyit is elveszítettük. Ügyifogyit? Nem is vettem észre, hogy elment. Ah, mi történt? Elveszítettük a térképet. Ügyifogyi megtalálta és bátran utánunk hozta. De aztán beleesett a csuklódarú fészkébe, az meg elrepült vele. Ó, törpapa, soha többé nem látjuk már szegény ügyifogyit. Szia, okoska! Törpapa, itt a toll. Igen! Na hát, ilyet. Már majdnem föladtuk a reményt. Nagyon ügyes vagy. Tudod, rokon lelkek vagyunk, törpapa. Még ilyet? Nos, kész a csuklugrókor ellenszere, amit majd... És mit csinálunk vele, megiszi? Hát, ügyi, azért talán nem teljesen. Na, végre minden beteg törp meggyógyult. Au! És a kezelés megóv mindenkit attól, hogy elkapjuk. Nagyon büszkék vagyunk rád, ügyifogyi. Ha nem sikerült volna rávenned azt a csuklódarút, hogy ide repítsen a fartollával együtt, hát... Au! 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 Ne felejtsétek el a törtök sütés művészet. Ez milyen, Hami? Mintha egy kicsit odaégett volna, törpiri. Hát igen, kicsit oda kapott az alja. És üss egy másikat. A tiéd, mintha még nyers volna, törpepe. Igen, jól gondoltam. Szerintem ez jó lesz. Sohasem lehetünk törpbiztosak, hadd kóstoljam meg. Nem, Ami, ez az én törptököm. Na. Mit
csináltál, tud? Felfaltam az összes törptököt. Nem baj, semmi baj. Legközelebb majd nem hozunk magunkkal. Jó, rendben, de legközelebb előkóstolót sem hozunk magunkkal. Most már induljunk vissza a faluba. Törpci, hozz egy kis vizet, hogy elolcsuk a tüzet. Addig mi összecsomagolunk. Soha ne felejtsétek el, minden szemetet össze kell szedni a tűzlapás után. Igen, Törpilla, a maradékot sem szabad itt hagyni. Mindig én csinálom a nehéz munkát. Hát ezzel megvolnak. Nézd csak oda! Így legalább nem kell hazacipelni. Erre kell még egy vödör víz. Még egy vödör? Igen, mert biztosnak kell lennünk abban, hogy kialudt a tűz. Jaj, csak én lehetek ilyen szerencsétlen. Na, tessék, éppen beférted-e. Ilyesmit soha nem szabad csinálni. Mindig haza kell vinnünk a szemetet. Igen, Törpilla. Miért pont én? A maradékokat csak bízzátok rám. Jó, de most már induljunk el, mert mindjárt beesteledik. Törpci, siess, már elindultunk. Jó, nagyon sietek, Törpilla. Jaj, ez nem igaz. Nem lesz ennek a tűznek semmi baj, biztos kialudt már. La 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 la. Itt vagyok! Ráöntötted azt a vödörvizet a tűzre, Törpci? Ó, igen, persze, hogy ráöntöttem. Sajnos, Tutu, most már késő van. Majd holnap játszom veled. Hé, Törpci! Gyere már! Mi baj van? Semmi. Nagyon remélem. Törpci, maradj már nyugton! Nem tudunk aludni tőled. Jaj, bocsánat, ne haragudjatok rám. De mi bajod van, mond? Semmi, hagyjatok békén aludni. Hagyjunk aludni? Tessék, már hajnal van, és mi még egy szemet se... Nem, Törpili, messze van még a hajnal, még csak 2 óra van. Hát akkor honnan jön az a nagy fényesség? Én nem tudom. Én sem tudom. Valaki gyűlést akar összehívni. Valami nagy baj lehet. Menjünk gyorsan. Ég az erdő, kis törpjeim, és erre fúj a szél! El kell oltani a tüzet, mielőtt még elérni a falut. Törperős, készítsd elő a tűzoltó eszközöket, érted? Igen, is, törbaba. Ügyi, gyorsan vontassátok ide a vízi szivattyút. Igen, megyünk már! Szentséges törpegek, ez borzasztó. Ne ácsorogj, Törpci! Gyere segíteni! Egészen a folyóig csak úgy tudjuk eloltani. Ideig lehet érezni a tűz melegét. Sajnos igen, és ez rettenetesen kiszártja a bőrömet. Törpital! Törpital! Itt a jéghideg! Törpital! 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 Itt a jéghideg! Ilyen. Ennek a fának sokkal keményebb a kérge, mint gondoltam. Lusti! Törpörtő. Add csak ide egy kicsit a sarlót, még nem egészen törpéletes a szabása. Erre sajnos nincs idő. Törpci, lassabban! Vigyázz azzal a fejszével! Csak úgy oldhatjuk el a tüzet, ha elég gyorsak vagyunk. Igen, és remélem sikerül is. Mielőtt neki kezdenénk a kísérleteimnek, össze kell gyűjtenem a hozzávalókat. Szepé! Ürítsd ki az edényeket, aztán mosd ragyogó tisztára őket. Takarítani, mosogatni.
De mikor engeded meg végre, hogy veled menjek? Majd csak, ha megtanultál rendesen takarítani. Jaj, ez a hókusz teljesen kikészít. Na, lássuk csak a listát. Féreg, hű, kárász, gígyó, salétrom, saláta, pokoljáró, pókok. Szentséges ellenek, mi történhetett? Jaj, tűz van. Mi ez? Mi történt? Fölgyulladt az erdő? Jaj! Hé, abba öntöttem a... robbanó port. Már majdnem kész a tűzgát, törpapa! Nem sokára kezdhetjük is. Egy perc múlva elér minket a tűz. Vizet! 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 Jól esik, okoska! Ez most igazán jól esett, Ügyi. Ügyi, irányítsd a fecskendőt a tűzre! Itt kell megállítanunk a tüzet. Igen, és értettem, törpapa. Szerinted el tudjuk oltani? Reménykedjünk, Törpci. Nem akar kialudni, törpapa, nem akar kialudni! Jaj, kérlek, aludj el! Jaj! Törpapa, feltámadt a szél! Jaj, nem! Elérte a tűzgátat! Jaj, most már nem tudjuk megállítani, el fogja pusztítani a falut! Van egy utolsó reménysugarunk, gyertek utána! Ez egy felhőképző főzet, kerti törpnek kotyvasztottam még a szárazság idején. Most háromszor olyan erősre főztem, hogy gyorsan hasson. Ha ez sem segít, azonnal ki kell költöznünk a faluból. Sietünk vissza a törpikéig! Sok szerencsét! Gyorsabban, Szebi, gyorsabban, évekig tartott, amíg felépítettem a váramat. Nem akarom, hogy most porig égjen. Igyekezz, te idióta! Igyekezzek? Na, várj csak! Elég gyors voltam, hoki-poki? Na, megállj, te semmire kell! A tűz felett kell maradnunk, kelep! Próbálj egy helyben maradni! Jó? Ez nem lehet igaz. Köszönöm, Kele! Kezdjük el! Körözz a tűz fölött! Sikerülnie kell! Hála törpapának, végre eladott. Zuhannak! Törpapa! Hát én azért jobban nézek ki, mint a mi szegény erdőnk. Jaj, nekem micsoda szörnyű látvány! Vajon hogy kezdődhetett a tűz? Én pontosan tudom, hogy kezdődött. Te tudod? Tudom, biztos a figyelmetlen emberek okozták. Ki nem állhatom a figyelmetlen embereket? Hát persze, figyelmetlen emberek, csak ők okozhatták. Érted már, miért mondtam, hogy önts még egy vödör vizet a tábor tűzre? Törpéletesen értem, törpilla, törpéletesen. Tudom. Ó, csúnya megégett. Jaj, ne! Ó, szegény kicsi tutu! Szagoltasd meg vele ezt a port! Jó bugyus vagy. Sürgősen be kell kötnünk a sebeit. Ott a kenős meg a kötszer. Azonnal hozom, törpapa. Ez mind miattam van. Törpapa majdnem meghalt, az erdő elpusztult, tutu megégett, és mind az én hibámból. Jaj, a fenébe, hát nem okoztam még elég bajt. Végre megtaláltam. Köszönöm szépen, törpci. Nagyon gyors voltál, egyre megbízhatóbb leszel. Köszönöm szépen, törpapa.
Először bekötözöm Tutut, aztán jöhetnek a többiek. Milyen többiek? Nézd csak körül! Nagyon sok sebesült állatot kell meggyógyítanunk. Otthon nyitunk majd egy kis állatkórházat. Törpepe lesz a gondozó. Szegény kis pillangó! Bárcsak a kezeim közé kaphatnám azokat a figyelmetlen embereket! Tudom, mit érzel, Törpini. Pif, páf, puf, behúznék neki egy nagyot. Ugye te is, Törpci? Hát, igen. Jól van, ügyi fogyi. Holnap még befejezem ezt az ólat. Légy szíves, hozz ide pár gerendát onnan. Jó, hozom, ügyi. Hogy haladtok, Törpepe? Nagyon jól, Törpapa. Mindenki keményen dolgozik. Törp szakál adagolja az élelmet. Fejlődnek az őszikék, Törperős? Szépen fejlődnek. Hagyjatok rá, meg kell elősödni a lábatoknak. Törpilla, milyen ügyes tolporoló. Tetszik az új nyakkendő fazonom? Ez még jobban kiemeli a szép színüket. Nagyon ügyes vagy, Törpöltő. Ó, Tutu, ha tudnád, hogy milyen jól nézel ki, és aki jól néz ki, az jól is érzi magát. Higgy nekem, én csak tudom. Úgy látom, kezd kifogyni a sárgarépa. Hát én ezt nem értem. Reggel egy teli láda sárgarépát hagytam itt Haminál. Csak egy-két répát ettem meg. Hasznos segítőtársaid vannak. Igen, Törpapa. És tudod, hogy ki dolgozik a legkeményebben? Törpci. Igazán? Nézd csak meg. Reggel ő a legelső. Egy percet sem pihen. Öt törp helyett is dolgozik. Nagyon furcsa. Mi lett vele mostanában? Megtöltöttem az etetőket. Mit segítsek? Ó, semmit, Törpci, semmit. Pihenj egy kicsit, jó? Komolyan mondod? Biztos van, amiben segíthetnék. Törpapa, megyek, elültetem a palántákat. Nagyon helyes, kerti törp, újra kell ültetnünk az egész erdőt. Hadd segítsek neked. Ketten kétszer olyan gyorsan végzünk a faültetéssel. Jó, igen. Megyek már. Látod, mit mondtam, törpapa? Ez igen. Ennél a kis törpnél jobb segítőm még sose volt. Nagyon meg vagyok lepve. Ez igazán nem jellemző Törpcire, hogy ennyire szorgalmas. Mi van, Törpilla? Ébredj föl, nem sokára hozzák az édességet. Azt hiszem, nem eszem belőle. Inkább megnézem, mi van az állatokkal. Várj egy pillanatot, Törpci. Ez nem akármilyen édesség lesz. Legtörpösebb törpök, legtörpösebb törpök, legtörpösebb törpök. Nézd csak, mi állunk a tortán. Éljenek két törp! Hurrá! Kedves Törpepe és Törpci, amiért olyan keményen dolgoztatok az erdő megmentéséért, ezennel hadd adjam át nektek a legtörpösebbek érdemét. Hurrá! Beszédet, beszédet! Új, nem tudom, hogy mit mondjak. Beszélj inkább, te Törpci. Bocsássatok meg! De furcsán viselkedik. Biztos zavarba jött a megtiszteltetéstől. Nyilvánvaló. De valakinek mégiscsak kéne beszélnie. Törpepével és Törpicivel évek óta jól ismerjük egymást. Nekem jaj, bezzek, ha tudnák. Én vagyok a legszerencsétlenebb törp az egész világon. Hidd el nekem, Szepi, találnunk kell pár zamatos kék faladot az égett levelek alatt. Néhány jól átsült törpöt. Csak türelem kérdése az egész. Hoki-poki, lehet, hogy még nem sültek át teljesen. Mutasd csak! Ez annyira szép, hogy nem is lehet igaz. Mintha csak arra várnának, hogy meglátogassam őket. Ha ilyen vendégszeretőek, akkor én sem késlelkedhetek sokáig. Ugyan már! Azonnal észrevesznek, ha a közelükbe érsz. Na kis tanítványom, most lesz az első leckén álcázás tamból. Meglátod, előbb-utóbb a törpök elindulnak bogyót szedni, és akkor találnak majd rá.
Ugyan már, ez nem sikerülhet. Nevetségesek ezek a jelmezek. Ön legyen! Kezd már el a dörmögést. Nagyon buták ezek a törpök, ha ennek is bedőlnek. A törpséges egek, két sebesült maci. Szegénykém, gyertek velem, törpapa majd meggyógyít benneteket. Hú, medvepapa, te különösen rosszul nézel ki. Á, törpéletes! Mivel öntöztek meg, törpapa? Ezzel a növénynövesztővel. A fáknál kicsit lassabb lesz a növekedés, de azok is szépen megnőnek. Kitakarítottam az ólakat. Mit segíthetek most? Csöpögtesd ezt a növénynövesztőt a most elültetett csemetékre. Így rövid idő alatt újra szép erdőnk lesz. Jaj, de jó, rohanok csöpögtetni, törpapa. Na de ilyet még mindig nem értem. Mi történhetett ezzel a törpcivel? Várj csak! Mi volt ez? Mi a manó? Biztos törpci érdemérme. A folyóból fogtuk ki. Pedig törpci az ilyesmit nem szokta elveszíteni. Törpci egy ideje egyáltalában nem viselkedik törpcisen. Remélem, hatni fog a növesztő. Hatnia kell. Bár csak óvatosabb lettem volna. Óvatosabb? Mikor törpci? Hát csak úgy mondtam, törpapa. Esetleg ehhez van valami köze, ha? Igen, törpapa. Valami az súgja nekem, hogy le kellene ülnünk egy kicsit beszélgetni. Ugye így van, törpci? Aló, törpök, nézzetek csak ide! Itt hozok két szegény szakadt medvét. Készülj, Szeppi! A törpfáját. De siralmasan néznek ki ezek a macik. Az nem kifejezés. Igen, és ráadásul a zokniuk is milyen szörnyen piszkos. A zokniuk? Igen, törpök! Egyet se hagyj meglógni! Menj, nem te büdös rakacs! Mester, ez a móka jobb, mint a horgászás. Gyere, Szepikém! Ettől a sok rohangászástól megéheztem. Én nem hiszem, hogy a törpiek megbocsátanak nekem, törpapa. Az a legfontosabb, hogyha már egyszer megmondtad az igazat, magadnak is megbocsáthass. Jaj, nézz oda! Mi történhetett? Hová lettek a törpiek? Tudom, ki tette ezt? Ez hókuszpók műve. De most mit csináljunk, törpapa? Csak ketten maradtunk. Ez nem biztos, törpci. Ettől még ropogósabbra sülnek majd. Ne kend össze az arcomat! Te ezeket tényleg meg akarod enni? Megám, sőt, még te is kaphatsz egy falatkát. Köszönöm, nem kérek. Nem szeretem a kék kajákat. Hókuszpók, engedd szabadon a törpöket! Hát ezt meg ki mondja? Én mondom, én törpci! Ugye csak viccelsz? Ne szaladj el, te! Hát te leszel a desszert! Na most megvágy! Jaj, mi volt ez? Mi történt velem? Jaj! Szép munka volt, törpci! Hová lettek? Kirotott el a villany! Jaj, segítség! Jaj, segítség! Megint igazi hősként viselkedtél. Nem sokára egészen mást fogsz gondolni rólam. Csüssünk! Lassan a teste! Hát csak nem akartok elszökni! Jaj! Hagyjatok mit! Ne a hajam! Ne karmat! Kitépítek a maradi fajszállamat is! Most már tudjátok, az egész az énében volt. Ha ráöntöttem volna a parázsra a második vödörvizet is, ez az egész nem történt volna meg. Megértem, ha nem bocsátotok meg nekem soha. Hát ezt meg hogy érted? Nagy lelki erőre van egy ekkora bűn beismerni. És nem lenne valami törpös, ha nem bocsátanánk meg neked? Nézzetek oda! A törpfáját? Azt
zöldet. Elkisztikus? Ez biztosan a növénynövesztőt hatása. Igen, kell még egy kis idő, de az erdőnk nem sokára ismét a régi lesz. Gratulálok, törpapa. Ne nekem, törpci végezte el az egész munkát. Most már igazán megérdemled. Köszönöm szépen, törpapa. Nagyon szépen köszönöm. A kisegér ott állt a falnál, és reszketve nézett föl a nagy vörös kandúrra. Aztán hirtelen átugrott a falon, és rohanni kezdett, ahogy csak tudott. Szaladj, szaladj, kisegér! A nagy vörös kandúr se volt rest, utána vetette magát. Utálom a kandúrokat. Én tökéletesen egyetértek veled, Dulifuli. Épp a minap történt velem, hogy kis hián élettem Sziamjau ebédje. Minden macska olyan gonosz és álnok, mint Sziamjau. Sziamjau macska, és nem gonosz meg álnok. A macska az macska. Zöld őrtörpnek igaza van. A macska az macska. A macska az macska. Kapd el, te átkozott macska, kapd el! Ne hagyj, hogy ellapjon, ha itt a miféle macska vagy, te Sziamjau? Mire vagy jó, ha még egeret se tud fogni? De madarat se, és törpöt se, te ingyen élő, eszed az ételemet, alszol az ágyamba, és mit kapok cserébe? Balhákat! Kifelé! Takarodj! Kifelé! Ki innen! Hókuszpók nagyon rosszul bánik Sziamjauval. Hát akkor miért nem hagyja ott? Akár hiszitek, akár nem, szükségük van egymásra. Ez is része a gazda és az állat közti viszonynak. Hűha, törpapa, lehetnék én is a gazdája valakinek? Ezt majd holnap reggel megbeszéljük, ügyi-fogyi. Ideje lefeküdni, törpikéim. Szép álmokat. Jó éjszakát, törpapa. Holnap első dolgom lesz megkérdezni törpapától, hogy tarthatnék egy házi tehenet. Ha neked megengedi, hogy tehenet tarts, én is biztos tarthatnék egy pávát. Én meg egy kedves házi medvét szeretnék. Az én állatom igazi meglepetés lesz. Ki nem állhatom az állatod? Picikém, kicsi cicám. Gyere már, te ronda macska! És mindannyian szeretnénk állatot tartani. Ügyi-fogyi tehenet szeretne, én pedig lovat, törpapa. Én meg egy pávát. Én medvét. Én zsiráfot. Kérlek, kérlek, törpapa, engedd meg! Sajnálom, törpilla, de ezek az állatok nem valók törpöknek. A törp méretű állatok ellen nincs kifogásom. Hurrá! És addig is, amíg nincsenek állataink, tartsunk egy állatbemutatót. Hurrá! És osszunk díjakat. Hurrá! Mégpedig mindegyiknek! A legnagyobbnak, a legkisebbnek, a legviccesebbnek, a legkedvesebbnek, a legokosabbnak, a legeredetibbnek, és hát, na persze, addig nem tarthatunk bemutatót, amíg nincs mindenkinek állata. Ezért én, okoska törp, bejelentem, hogy ezen... megkezdődött. Az a baj veled, kis cicám, hogy csak egy közönséges macska vagy, egy haszontalan házi állat. Én? Haszontalan és nem közönségesen közönséges. De már nem sokáig. Aj, ha egyszer eszel ebből a fölséges süteményből, többé nem leszel közönséges házi állat. Nem leszel? Nem! Te leszel a legügyesebb törpölő. Egyet megsütök, egyet meghozok, egyet meg idegen tálalok fel. Itt a vacsorát, kis cicám. Jó étvágyat, jó étvágyat! Edd meg azt a süteményt azonnal, mielőtt még ízesek érre változtatlak. Jaj, egy moslékevő. Úgy látszik, túl sok sarat kevertem bele. És ha halkan beszélsz, az erdő állatai mind-mind oda gyűlnek majd köréd. Próbáld ki, és ne felejtsd el, mire tanítottalak. Így jó, zöldőr. Nagyon jó, törpilla. Ó, de szeretnék egy olyan pillangót, mint a tiéd. Neked is lesz, ha elég türelmes vagy. Nagyon-nagyon türelmes leszek. Cicmét, bújj elő, itt a vacsora idő. Sütöttem neked valami finomát. Itt az édesség.
Edd meg azt a pitét, te különben pitére lapítalak. Egy tehén, azt a teremtette, túl sok tejet keveltem bele. Szia, törpilla, mit csinálsz? Szeretnék fogni egy pillangót a bemutatóra, na és te? Hát én is. Ne add fel, Ügyi-fogyi, foghatsz valamit, ha elég türelmes vagy. Remélem, nem sokára erre száll egy pillangó, már 3 órája vagyok türelmes. Azt mondtam, edd meg! Ha nem eszed meg most, azonnal te én... most meg túl sok tojást kevertem bele. De gyönyörű! Katica, Katica, szép kis bogár! Téged is biztosan a földi vár! Megvárjuk, amíg sötét lesz, akkor elkápráztatjuk őket! Ki nem állatom a pókokat! De jó pofa állatok! Remélem az én pillangóm is hamarosan megérkezik. Kezdek kifáradni. Szia! Csiklandozol! Törpicúr, én azt hiszem, föladom. Jaj, de aranyos vagy! Én megszerettelek téged, és te engem? Csiki lesz a neved. Szeretnél az állatkám lenni? Ne vitatkozz, te szárnyas! Nyárd le azonnal! Na végre! Itt a tündéri vigyó! Nem fognak tudni ellenállni neked, nem bizony? Nem! Gyere, kis kövecském, nem sokára hazaérünk. Úgy bizony, törpicúr, aztán pedig... Hűha, törpicúr, ilyet én még sose láttam, de soha. Úgy látszik, tetszenek egymásnak, neked is van már állatkád, törpicúr. Miért várakozunk még? Ki nem állhatom a várakozást? Csak akkor kezdhetjük el, ha Ügyi-fogyi is megérkezett. Ha már besötétedett, mindenkit elhomályosítunk majd a csillogásunkkal. Megjött Ügyi-fogyi. Szevasztok, törpök! Elnézést a késésért, de nehéz volt ráakadni a kedvencemre. Hát ez szörnyű! Az bizony, és etetni se kell, fésülgetni se, sőt, még altatni se kell. Nem a kövedre gondolt, hanem arra a... Arra a tündéri vigyóra. Fantörpikus, Dulifuli, bemegyek a könyvtárba, addig tarts szemmel azt a bigyót. Ki nem állhatom azt a bigyót? És most következik az ügyességi verseny. Ügyi-fogyi, nem látta Csikit, sehol sem találom. Sajnos nem láttam, törpilla. Ha nem találom, nem tudom benevezni az ügyességi versenyre. Döbbenetes? Na hát ilyet, igazán érdekes. Azt hiszem, megtaláltuk. No, Tata és Horáció, a tücsök! Igen! Jaj, törpojáca, nem láttad a Csikimet? Sajnálom, nem láttam. De majd szólok, ha látom. Tündéri bigyók, 235. oldal. Hurrá! Ugyan, de elismerem, hogy az a bigyó még az én bogaramat is elhomályosítja. Igen, ez a bigyó minden díjat el fog vinni. A tündéri bigyók már több mint 1000 éve kipusztultak. Tehát ez nem lehet tündéri bigyó, hanem csak hókuszpók műve. Törpapa, sehol sem találom az én kis Csikimet. Most nem érek rá, veszélyben vagyunk.
Na végre, na végre! Tündérbigyó, most hozd el az összes kis mocskost! Az a véleményem minden törtnek, hogy te és a kedvenc állatod érdemeltétek ki a versenytődiát! Ez az egész az én hibám! Van törpikus. Mi történt itt? Nem tudom, zöldörtörp, valami különös varázslat. Ó, Csiki, hát hol vagy? Bárcsak tudnád, mennyire szeretlek, bárcsak... Ó, Csiki, hát itt vagy. Csiki, mi történik veled? Tudod, Tréfi, én ezt nem értem. Tündéri bigyó először tündéri bigyó volt, de aztán átváltozott szörnyeteggé. Aztán ugyanez a tündéri bigyó átváltozott icipici szörnyecskévé. És most törpapa azt mondja, hogy a tündéri bigyó valójában Siamjau. De Siamjau egy nagy macska, megmondom őszintén, Tréfi, én már teljesen összezavarodtam. Mi van, Sam? De... Hát, te vagy az bigyókám? Igen? Nézzük csak, mi van benne. Szia, Miau! Hát ez meg hogy lehet? Te haszontalan dög! Nos, mit tudsz felhozni a mentségedre? Semmit! Jó reggelt, Ügyi! Látom, új kéményt építesz magadnak. Kénytelen vagyok, így legalább jó meleg lesz nálam a télen, tudod? Igen, dicséretes, igen, dicséretes. Tessék, Ügyi, hoztam még egy követ a kéményedhez. Vigyázz, Ügyi, fogyi! Nincs semmi baj. Kösz, kerti tört! Ne sétáljon létre alatt, Ügyi, fogyi! Bal szerencsét hoz rád! Tényleg, a manóba. Kösz, hogy szóltál, Ügyi. Ugyan már, Ügyi, nem is tudtam, hogy hiszel az ilyen butaságokban. A manóba! Látod, csak ostoba babona az egész. Okoska, mondtam, hogy 10 kanál pipacspollent tegyél bele. Ne haragudj, törpapa, azért tettem bele plusz egyet, hogy szerencsét hozzon nekünk. Így törpre ment a kísérletem. Akár csak a sapkád. Sapkám is. Bár, rögtön rendbe hozom. Nem, köszönöm szépen. Segíthetsz kitakarítani a házat. A sapkámat majd megvarja a törpöltő. Nyilvánvalónak tűnik, hogy törpapa bal lábbal kelt fel ma reggel. Az igazat akarod hallani? Elnyütted már ezt a sapkát. Ideiglenesen megjavíthatom, de inkább készítek neked egy újat, amit garantáltan szeretni fogsz. Nagyon örülnék neki. Jó, akkor foglalj helyet, én már is itt vagyok. Törpapa, mi történt? Úgy látszik, ma nagyon szerencsés napod van, így szól a mondás. Tűz úrt beléd, ne búsulj hát, szerencsés nap vár majd reád. Valahogy nem érzem magam most nagyon szerencsésnek, és egyáltalán honnan erednek ezek a bugyuta babonák? Szia, Miau, oda nézd, mit találtam. Ez a patkó majd szerencsét hoz. Igen! És ami szerencsét jelent a számomra, az természetesen bal szerencse a törpicsekek számára. Jaj! Jaj! Ó, hogy gyűlölöm ezeket a vakarékokat! Gyűlölöm őket, ahogyan énekelnek, és mindennek felett azt, ahogyan kacarásznak. Na nézzük csak. Támadt egy ötletem. Ha bárányhímlősek lesznek, meglátjuk, lesz-e kedvük nevet gilli. 2 tucat halikra, 1 csöp illóolaj, 2 kanál denevérszőr. Mi az elfogyott a denevérszőr? Jaj, már emlékszem, hát belesütöttem a mama születésnapi tortájába. Na de se baj, majd szerzek helyette másikat. Gyerünk, Siamjau! Oda néz, egy igazi 4 levelű lóhere. Akkor ma bizonyára szerencsés napom lesz. Nem tud az orra elé nézni? Igen is, uram! Remélem, nem esett baj a öreg úr. Nem, dehogy... Elnézést, igazán sajnálom. Fogadj el tőlem ezt a kis aranytallért. Oh. Indulás! Yeah.
Arany! Arany! Hát akkor mégiscsak szerencsés nap ez a mai. Szerencsés? Gyerünk, Szia-Miahu, menjünk be a városba, már alig várom, hogy elköldhessem. Aranytalért kapott az öreg. Meg akarom kaparintani, de vajon hogy szedhetném el attól a babonás bolondtól? Már is támadt egy ötletem! Ó, azt sem tudom, hogy mit vásároljak. Én sem tudom, nem. Vehetnék mondjuk egy köpenyt, olyan, mint amilyen Baltazáré. Vagy talán egy sipkád? Mindig szerettem volna egy olyan igazi varázsló sipkád. Friss halat tessék, friss halat! Jaj, ez nagyon finom, finom! Megvan, a tallér fogja eldönteni. Ha fej, akkor megveszem a köpenyt, ha pedig írás, akkor... hoppa! Jaj! Hé, mit művel maga? A tallérom, elrepült a tallérom! Hát az én halam, az kutya! Hé, tallérkám, állj már meg, az Isten szerelme hallott! Állj már meg, ha nem érted! Hát még mondják azt, hogy az aranytallér nem talál vissza az eredeti tulajdonosához. Hoppi, jobb, most már megvagy! Ó, ne haragudj rám, kedves hókuszpók! A szerencsétozó Esmeralda. Mondd, mit keresel te erne felé? Egészen hihetetlen dolgot tudok ajánlani a szerencsés vándornak egy parányi pénzösszegért. Nézd csak! Látod ezt? Egy békát akarsz nekem eladni? Ne olyan hangosan, te őrült! Csak nem akarod, hogy mindenki meghallja? Nem egyszerű békáról van itt szó. Ez egy szerencsehozó béka. Egy szerencsehozó béka? Úgy bizony, ha háromszor megszorítod a béka hátát, és kívánsz valamit, a kívánságod hamarosan valóra válik. Na ne mondd, Esmeralda! Micsoda nevetséges egy történet, bolond lennék elhinni. Semmi baj, ha nem érdekel! Ne siess annyira! Tényleg valóra váltja a kívánságokat? Csak nem képzeled, hókuszpók, hogy én hazudok neked. És mennyire adnád el nekem? Pontosan egy aranytallérért. Egy tallérért? Mindig szerettem határozott üzletemberekkel tárgyalni. Minden jót! De várj csak, hát ez... Még egy kő és kész, ügyi-fogyi. Jó, ügyikém, rögtön hozom. Ügyi, biztosan büszke lesz rám végre. Ez Törpilla. Szia, Törpic úr! Szia, ügyi-fogyi. Úgy szeretlek, Törpic úr. Te vagy a legtörpösebb törp a törpkerekségen. Ó, bár csak kaphatnék egyszer egy puszit Törpillától. Jaj, szegénykém, nagyon megütötted magad? Nem vészes, nincs semmi baj, Törpilla. Szegény ügyifogyikám, kapsz rá puszit, hogy ne fájjon. Köszönöm szépen! Szóra sem értemes! Hűha! A kívánságom valóra vált! Ki tudja, ennek a fának van-e valami köze a dologhoz? Kipróbálom egy újabb kívánsággal, és mindent úgy csinálok, mint az előbb. Bár csak ehetnék egy kis friss áfonyát. Szia, ügyifogyi! Nem ennél egy kis friss áfonyát? Tűha, sikerült! Ez nem igaz! Kerti törp, sikerült! Ha? Mi sikerült? Kívántam valamit, bedobtam egy követ ebbe az odvasfába, és a kívánságom valóra vált! Ügyifogyi, na de kedves ügyifogyi, ugye nem képzeled, hogy elhisszük neked, hogy ez valami varázsfa? Hidd már el, hogy igaz! Nézd! Számomra bizony őrültségnek tűnik ez az egész. Ezen persze nem csodálkozom. Gyerünk, kerti törp, kívánj valamit! Jó, bár csak este már az eső. A kívánság remek, most pedig figyelj rám! Kerti törp, azt szeretné, ha esne az eső. Látod, mondtam, hogy örültség az egész. Ó, ügyifogyi, ez tényleg varázsfa. Akkor én is kipróbálom. Csak bátran, okoska, kívánj valamit!
Bár csak olyan laborom lenne, mint Törpapának. Jaj! Szervusztok, törpikéim! Sürgősen meg kell látogatnom Omniapót, okoska, addig rád bízom a laboratóriumot. Rendben, Törpapa, ez megtiszteltetés a számomra. Legyetek jók, amíg távol vagyok. Mindjárt elmondom a törpieknek, hogy varázsfára bukkantam. Ó, ez nem igazság, én bukkantam rá. Már alig várom, hogy megdolgoztassam a szerencsebékámat. Végre törpöket fogunk vacsorázni, cicus, de hová tettem a törpbe csinált receptjét? Jaj, pedig az előbb itt láttam valahol. Megeszlek! A szerencsebékám, ne hadd, hogy meglógjon! Azonnal állj meg, te átkozott! Állj be! Szedd össze már magad, te nyomorult macska, ha nem fogod meg a békát, jól ellátom a bajodat. Fogom. Bár csak még szebb lennék, mint amilyen most vagyok. Sikerült. Bár csak új barátra lennék. Én mit kívánjak? Mit szólnál egy három rétegű áfonyakrémes tortához? Ó, törpös ötletnek hangzik. Hami törp, de hisz a konyhádban már ott áll egy három rétegű áfonyakrémes torta. Te csak ne szólj ebbe bele! Ó, megvan a megoldás. Hazamegyek, megkapom a tortát, visszajövök ide, és kívánok magamnak egy újat. Ördögi ötletei vannak a kis pufóknak, igaz? Kíváncsi vagyok, milyen lesz az újdonsült barátom. Jaj! Meghívhatlak a vacsorára, szöszikém! Fokuszbok! Segítség! Azonnal állj meg, te jaj! Én barátot kértem, nem ezt a gonosz varázslót! Az ördög ezzel a szőke vakarékkal, inkább eredjünk a szerencse béka nyomába. Omniapó, tudományos kalkulációim szerint hamarosan várható a Polyamptus vulkán kitörpése. Ez igen érdekes, sokat tanulhatunk, ha megfigyelés alatt tartjuk. Pontosan ezt akartam javasolni, hozom a felszerelésemet, a vulkánnál találkozunk, jó? Igyekezz, barátom, a kitörés bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Üres az egész falu. Ó, törpapa! Törperős, a törpiek merre vannak? A varázsfánál megtalálod őket. Varázsfánál? Miféle varázsfáról van szó? Na, én ennek a végére járok. Na, te mit kívánsz, Lusti? Bár csak egy jót szúnyogkálhatnék. Jaj! Sikerült. Mi mást, mint költői ihletet? Hát te törperős? Ez fan törpikus. Hups! Mi a manó folyik itt? Miért nem végzitek a munkátokat, há? Arra mi nem érünk rá, mert mindenfélét kívánunk. Mindenfélét kívántok? És miből gondoljátok, hogy ez varázsfa? Ezt nem gondoljuk, hanem biztosan tudjuk. Ha követ dobsz bele, valóra válnak a kívánságaid. Igazán? Igen. Ah, ez csak véletlen egybeesés. Menjetek szépen vissza a faluba, 1-2. Törpapa, várj! Én még nem is kívántam semmit. Még én sem. Ez nem varázsfa, mindjárt bebizonyítom neked. Ó, bárcsak béka lennék. Törpapa, ne csináld! Ne, mert nagyon megbánod. Jaj! Na látjátok, ez csak egy közönséges korhatfa, nincs benne semmi különleges. Indulás vissza a faluba. Törpapa! Nem vitatkozom tovább. Törp életemben nem pipáltam ilyen bolondságot. Remélem időben odaérek, még mielőtt kitör a vulkán. Ígyni, elkészült törpapa új sapkája. Amint megszárad, megkapja. A mindenit neki erre felé kell, hogy legyen az a szerencse béka.
törpapa azt kívánta, hogy békává változzon, és hátradobta a követ. Egyszerűen nem értem, hogy nem vált valóra a kívánság. Szerintem a hátrafelé ugrálás módja nem egyenesen arányos a kívánság beteljesülésének lehetőségével. Lehet, hogy a követ dobta rosszul. Elképzelhető. Ezért aztán megfontolandó, hogy... Törpapa! Ó, nem, de hisz ez törpenetes. Jaj, törpapa, én figyelmeztettelek, hogy ne csináld. Na, de te persze nem hallgattál rám. Most mit évők legyünk, okoska? Ennek kellene csókolnom? Nem, szerintem arra nincs szükség. Végül is törpapa volt olyan bölcs és előrelátó, hogy rám, okoska törpre bízta laboratóriumának felügyeletét. Oda visszük, és én visszaváltoztatom őt. Nem olyan nagy ördöngőség az egész, hidd el. Hát, ez kicsit nem ilyen aranyos. Látsz valami törperős? Ó, szegény törpapa, törpenetes dolog lehet, ha valakinek zöld a bőre. Nem tűnik valami vidámnak, szegényke? Talán adnunk kellene neki egy morék békalencsét. Egy csöppet se búslak, hogy törpapa. Se percelet visszaváltoztatlak. Ne haragudj, törpapa, de te is azt szoktad mondani, hogy soha ne adjuk fel a küzdelmet. Törpapa. Fogd meg, Ügyifogyi! Jaj! Gyorsan, okoska, próbáld meg újra! Na, ne csípkedj már, törpapa! Jaj! Most figyeljetek! Talán, ha összekutyulom az egészet... Törpapa, várj, ne menj el! Kezd teljesen becsavarodni, szegényke! Ne hagyjátok ellógni! Megfogtam! Jaj! Tarts ki, törperős! Törpapa! Most mi lesz? Ellógott! Az erdő felé tart! Utána! Mindhiába, annak az átkozott békának teljesen nyoma veszed. Sajnos. De meg fogom találni, ha addig élek is. Jaj, szálka, mert az ujjacskámba. Jaj, ez nem igazság. Szegény ujjacskám. Nézd, arra szaladt. Törpapa! Törpapa, várj, gyere vissza! Micsoda szerencse! Megvan a békám! Hókuszpók! Hazaviszlek magamat, te kis csúf varangy! Most már nem fogsz meglógni! Gyere, kerti törp! Szóljunk a törpieknek! Megtaláltuk törpapát! Igen! Hókuszpók viszont elkapta! Most mit évők legyünk? Majd én megmondom nektek, hogy mit tegyünk. Szabadítsuk ki, jó? Jó! Gyertek, törpök, utánam! Gyerünk, szabadítsuk ki, utánam! Én megmondtam, hogy meg fogjuk találni a békát. És most következik a várva várt kívánságom. Bárcsak sok törpöm lenne, olyan töménytelen mennyiségű, hogy egy hónapig bőséges alakmározhassak belőlük. Hókuszpók, dobd el azt a békát! Majd, ha bolond volnék, kis öreg! Sikerült, cicus, sikerült! Ennyit még soha nem kaptam el egyszerre. Ó, micsoda boldogság ez! Igazad volt, törpapa, a Polyanthus vulkán valóban kitörni készül. Fantörpikus élmény lesz. Ez egyedülálló alkalom a vulkánok tanulmányozására. Micsoda lakomában lesz részünk, cicus? Igen. De előtte még kapjunk be egyet-egyet előételként, jó? Nagyon jó. Hé, eresz már el. Segítség! Erezd el őket, te undok vén varázsló. Kérésed számomra parancs, szözike. Jaj! Na, milyen? Te, okoska, szerinted miért fürdett meg minket, hókuszpók?
Szerintem itt most egészen másról van szó. Sajnos. Az előétel után pedig az aranycsinálás művészetének szentelhetem az időmet. Háj, Siam Jó, tudod, néha rádöbbenek, mennyire imádok főzni. Só, bors, petrezselyem. Igen, csipetnyi majoram, egy kis paprika, végül egy csöpnyi bazsalikom, és... Ó, de ügyetlen vagyok, kiöntöttem a sót. Hát a mögé szórok, nehogy bal szerencse érjen. Most ez mi? Mi ez? Jaj! Az erdő biztonságban van, viszont úgy látom, hókuszpókra igen nehéz idők járnak. Egy a fontos, hogy a törpjeim jó helyen vannak. Jaj, vége a világnak! Jaj! Jaj, úgy látszik, tényleg bal szerencsét hoz, hogyha kiömlik a só. Jaj! Menjetek! Én kiszabadítom törpapát. Gyere, törpapa, ugorj! Meleg helyzet volt. Mondd, törpapát hol hagytad? Az előbb még mögöttem ugrált. Törpapa, vajon hol lehet? Az egészről ügyifogyi tehet. Ha ő nem fedezi fel azt a varázsfát, ez az egész nem történik meg. Ezen kívül... Először fordul elő velem, hogy bedobnak a faluba. Csodálatos vulkánkitörést láttunk, törpapa. Sajnáltam volna, ha kimaradok belőle. Én nem kevésbé, de most sietek vissza a törpjeimhez. Minden jót, kedves barátom. Minden jót, törpapa. 250 éve nem volt részem ilyen fantörpikus vulkánkitörésben. Ó, mi a manó folyik itt? Mi a baj, törpjeim? Szinte hihetetlen, hogy itt vagy, törpapa. Csak hogy nem vagy törpé béka. Hát persze, hogy nem vagyok béka. Miről beszéltek? Nemrég még az voltál, nem de? Délután azzal próbálkoztunk, hogy visszaváltoztassunk. Az lehetetlen, törpjeim. Egész délután Omniapóval voltam. Omniapóval? Törpapa, mi azt hittük, hogy... Tudom, mit hittetek, de remélem most megtanultátok, hogy ne higgyetek ostoba babonákban. Azt hiszem, tényleg elég ostobán viselkedtünk. Hú, igen, ez enyhe kifejezés. Jó, jó, de legalább tanultunk belőle. Szerencse, béga, na hát, hogy én hogy dőlhettem be ilyen butaságnak? Hát, nem tudom. Az a lényeg, hogy megvan a szerencse, patkom. Ez garantált a szerencsét hoz majd. Jaj, de buta vagy, buta!